Szóval 81 pont a Star Wars Squadronsra. Oké, ez a PC-s változat, a többi is közel ennyi. 81 pont. Ez azért nem rossz, ha azt veszük, hogy a tavalyi Jedi Fallen Order is ennyit szedett össze. Hát akkor már csak megéri ránézni, nem? Különösen, ha nem teljes járó a játék. Nem de? Elébe megyek a nagy megfejtéseknek. Emlékeztek, hogy sok játék esetében felmerül, én legalábbis el szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, mit láttatok streamben vagy másoktól játszva, ha a kezetekbe veszitek a kontrollert, akkor jön át az igazi élmény. Az ember azt gondolná, hogy ez univerzálisan igaz minden játékra, nem? Tehát, hogy egy játék játszva az igazi. Viszont a Star Wars Squadrons azon ritka esetek egyike, amit ha játszol, akkor is olyan érzés, mintha minimum két játékos és három monitor választana el a konkrét élménytől. Ez az a játék, aminek a megítélésén az égvilágon semmit nem változtat az, ha nézed, ahogy valaki más játsza, vagy effektív neki feszülsz és te akarod átélni az élményt első kézből. És nem azt mondom, hogy ettől szükségszerűen rossz lenne, azt viszont határozottan nem értem, hogy az EA az ilyen játékokat miért nem adja ki free-to-play modellben. De haladjunk sorban. Van ez az EA Motive nevű stúdiója az Electronic Arts-nak, ami bevallom őszintén lövésem sincs mi véget jött létre a cégen belül, de azt tudjuk, hogy az Assassin's Creed sorozatot elindító Jade Raymonddal indult útjára a vállalat 2015-ben, amihez nem sokkal később csatlakozott az Uncharted játékok kreatív agya Amy Hennig is. Tehát okkal feltételezhettük, hogy a Motive történetközpontú játékokat fog készíteni a jövőben az EA-nek. No, ennek az lett a következménye, hogy 2017-ben megjelent a Battlefront 2, amiben már benne volt a Motive keze is, és amiben ugyebár már volt single player kampány is. Egy elég vacak kampány, de legalább került bele. Viszont még a játék megjelenése előtt 5 hónappal kilépett Amy Hennig, egy hónappal a megjelenés előtt pedig Jade Raymond is. Wow! Tehát mindössze 2 év alatt sikerült a Motive projektnek lelaknia azt a 2 embert, akik miatt utóvégre létrejött. Azért ez elég beszédes, nem? Na mindegy, szóval most ott tartunk, hogy az EA Motive nevű jelen formájában szinte teljesen funkciótlan képződményt ráállították, hogy készítsen egy önálló játékot az első Battlefront mellé készült X-Wing VR Mission alapján. Szóval egy VR támogatott, légicsatákra épülő játékot a Star Wars világába. Rendes kampánnyal és természetesen multiplayer támogatással. És csak hogy teljes legyen a kép, az EA bejelentette, hogy semmilyen jövőbeli támogatást nem tervez a játékhoz, tehát látszólag a Squadrons ugyanazzal az eltökéltséggel és bátorsággal született, mint a Fallen Order. A kiadó lelkesedése pedig optimizmusra ad okot. Nálam legalábbis ez működött, a játék nagyjából első 10 percéig. Oké, nem estem különösebben pofára, mert miféle komplex történetet lehet elmesélni egy repülős játékban. Pilóta, szállj fel, menj oda, semmisítsd meg a célpontot, gyere vissza, gratulálunk. Nagyjából ennyi. Ebben nincsenek különösebb színezetek vagy megfejtések, szóval nem kergettem bárányfelhőket, tisztában voltam vele, hogy a Squadrons története nem fogja újra feltalálni a spanyol viaszt. Annál is inkább, mert a setting az Alderaan elpusztítása után játszódik, szóval még jócskán a birodalom idején. Megismerhetjük a Starhawk csatahajót, amiről eddig csak elvétel kaptunk információkat, egyebek között a Battlefront 2-ben is, de egyébként minden más a jól ismert Star Wars vonalon mozog a lázadók birodalmiak tengelyen. Ami a legjobb a játékban, szerintem, hogy a HUD-ot megoldották műszerfalról, szóval nem egy mesterségesen elhelyezett terminált kapunk, hanem mindent leolvashatunk elég exaktan a műszerfalról, legyen az a lázadók repülője, vagy a birodalmiaké. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a gépek belső kidolgozása veszettül jó lett, mérhetetlenül autentikus, amiben ha egy kicsit jobban el szeretnénk mélyedni, akkor a dokban külön is beszállhatunk a kokpitbe, kicsit körülnézni. Ezzel egyenértékű maga a repülés. Marha jól ki vannak dolgozva az űrhajók és az űrállomások, a körülöttük zajló csaták során átrepülni a réseken vagy karnyújtásnyira megközelíteni a hajótestet, páratlan élmény, amihez foghatót tényleg eddig csak a filmekben láthattunk. Hozzátenném, hogy főleg a hangárbeli jeleneteknél érzékelhető, hogy a játék nem mellesleg támogatja a VR-t, hanem elsősorban VR-ra készült. Ez azért feltűnő, mert enélkül a harcon kívüli jelenetek rohadt idegesítőek és felfoghatatlanul bénának hatnak, mivel nem tudunk közlekedni ebben a térben, csak forgolódni, ami VR-ban biztos teli találat, de anélkül leginkább irritáló, és kivétel nélkül minden alkalommal irritáló. Harc közben érdekes módon nem.
A csaták során a VR csak annyit tesz hozzá, hogy tudunk forgolódni a pilóta fülkében, ezzel is jobban beleélve magunkat a harcokba. Hozzáteszem a VR részt, én nem próbáltam ki, ismerem magam, valószínűleg 5 perc után összehánynám magam tőle. Ráadásul, mivel nem kötelező hozzá az eszköz, ellentétben például a Half-Life Elix-szel, úgy gondoltam, hogy igazából nem fogok veszíteni vele semmit. A harcokat úgy kell elképzelni, hogy azon túlmenően nyilván, hogy kergetjük az ellenséget. Vannak pluszok mindkét oldalon, tehát vannak például javító csomagjaink, amik korlátlanul rendelkezésünkre állnak, viszont töltési idejük van, a féle cooldown. Illetve Xboxon az Y-gomb hosszabb nyomvatartásával berendelhetünk magunknak lőszert, rakétát és egy instant javítást is. Utóbbi szerintem csak egyszer elérhető per misszió, de eleve nem használtam túl sokszor. Lehetőségünk van az energiaellátást szabályozni, jellemzően a fegyver, pajzs, sebesség tengelyen. Ennél mélyebben is bele lehet menni, például, hogy a pajzs az első vagy a hátsó fertájra legyen inkább erős, de őszintén szólva ez néhány esettől eltekintve teljesen felesleges, mert olyan gyorsan fognak változni a szituációk, hogy esélyünk nem lesz ezekkel a beállításokkal mélyebben foglalkozni. Időnként lesz rá lehetőség, hogy birodalmi pilótaként visszamenjünk a csillagrombolóba megjavítatni a gépünket, vagy éppen cserélni ezt-azt, majd húzhatunk vissza a galaktikus arcvonalba aprítani a lázadókat. Mint az kitalálható, a játékban lehetünk a lázadókkal és a birodalmiakkal is. Bevallom őszintén, hogy itt a játék elején azt hittem, térfelet fogunk tudni választani, de kiderült, hogy csak a történetbeli karakterünket tudjuk testre szabni, de onnantól a játék időről időre ugrálni fog a térfelek között. És igazából ennyit tud a Star Wars Squadrons. A történetről nem tervezek ódákat zengeni, aminek több oka is van, egyfelől amióta a Disney megkaparintotta a Star Wars jogokat, a téma iránti rajongásom jelentősen megcsappant. Tudom, Mandalorian, meg Zsivány egyes, de őszintén szólva már rohadtul unom, hogy az 1977 óta eltelt bő 40 éve Darth Vaderrel riogatnak, meg a csillagrombolókkal, meg a halálcsillaggal, meg az eredeti trilógia idősíkjával, mintha ez az univerzum egyébként maximum egy ilyen 40-50 éves merítésből állna, amiből sem térben, sem időben nem tud kilépni a franchise. Amikor bedobták, hogy az Alderaan megsemmisítése után vagyunk, már forgattam a szememet, hogy na, gyerekek, na, akkor mi történt? Na, ott mi volt? Mert ahogy a filmből emlékszem, leginkább semmi, de gondolom a motív is erre jutott, majd kitalálták, hogy no, akkor mostantól majd ott lesz valami. A másik problémám pedig, hogy nagyon unom a szétsarkított világképét ezeknek a játékoknak. A lázadóknál mindenki színpompás, mindenféle faj képviseli magát, mindenki happy, ott az élet egy aféle karnevál, ráadásul a szereplők is csak úgy hivatkoznak magukra, hogy mi vagyunk a jók. And that's what we fight for, the good. Ezzel szemben a birodalom oldalán ez a nő sebb helyes arcú, ennek a pilótának megvan égve a maszkja, sőt, már a tutoriál missziónál a társunk bedobja, hogy nem hajlandó ártatlanokat ölni, csalódott a birodalomban és dezertál. Nem ismerős? Nem ugyanez volt a fordulat a Battlefront 2-ben is? Szóval a játék szerint a csúnyák harcolnak a szépekkel, a gonoszok a jókkal. Íme a motív, a sztoriírás magányos divíziója az EA testében. És a másik probléma, hogy látványosan a motív első önálló videójátékáról beszélünk. Mármint a szó negatív értelmében. Tapasztalatom szerint kétféle első játék létezik. Pontosabban kétféle szélső érték tud születni első játékok esetében. Az egyik, amiben a lelkesedéstől fűtve annyi mindent pakolsz bele, hogy egyfajta stílus kakofónia jön létre. A másik pedig, amikor úgy látszik, mi volt az eredeti cél, de egyszerűen hatástalan marad a végeredmény. És a motív első önálló játéka éppen az utóbbi. És tudom is nevesíteni, mi a probléma, ami eufemizmusnak tűnhet, szóval ennek a játéknak nincs semmi lelke. Csak Star Wars közhelyek. Ha megfeszülök, sem tudnék visszaidézni egyetlen nevet, vagy emlékezetes ütközetet, vagy legalább egy frappáns párbeszédet, pedig ezeknek a problémáknak egy jelentős hányadát tudták volna felettetni, ha például a játék támogatná a kópot. Akkor egymással dumálva talán könnyebben megfeledkeznénk arról, mennyire üres alapvetően ez a kampány. Merő poénból felnéztem a motív oldalára, és megnéztem mégis, mivel foglalkoznak. És ott találtam ezt. Innovate for fun. Ez jól hangzik. Ha valaki a szórakozás vagy szórakoztatás érdekében akar újítani, az dicséretes, az nagy királyság, örülök neki. Főleg így, hogy gőzöm nincs, mivel foglalkozik a motív, de a jelek szerint azon, hogy rájöjjenek, mitől lesz fun egy játék. Folyamatosan értekezünk, magunkhoz öleljük az ismeretlent, koncepteken, kísérleteken, próbákon és hibákon keresztül.
Azért ez rém érdekes, nem? Ott egy akkora vállalat, mint az IE, aminek ők nem bedolgozói, hanem effektív az alvállalata, és így pontosan milyen horizontot igyekeznek feltárni? A jó gameplayt, vagy az immerzív történetet? Mert ha 2015 óta idáig jutottak, akkor értem, miért hivatkoznak ezekre a célokra ismeretlenként. Hiszen a játékok egy rossz napot is széppé tudnak varázsolni. Na erről csak annyit, hogy az én szombatomat, amiben szerepelt az év hátralevő részének megbeszélése, mosogatás, vásárlás, stb. Azt a hangulatomat végül a Squadrons cseszte el. Megváltoztathatják azt, ahogyan egymásra, illetve a világra tekintünk. Ebben egyébként egyetértek, a videójátékok szerintem képesek olyan mértékű és mélységű kulturális üzenethordozásra, amire más médiumok, például a könyvek, a zene vagy a festmények. Hát legyen nemzetközi az elkészítésük. Hát nem tudom. Számomra ennek az egész személyes küldetés leírásnak van egy olyan konnotációja, mintha nem egy játékfejlesztőnek az árszpolitikáját olvasnám, hanem egy politikai kiáltványt, abból is a maszatolós fajtát. Van a Squadronsnak egy multiplayer ága is, amit nem részleteznék, szerintem mindenki el tudja képzelni magában. Szerintem az elsődleges és legnagyobb hibája, hogy túl nagyok a pályák, vagy túl kevesen vagyunk rajta. Persze itt is szórakoztató fogócskázni a roncsok között, meg látványos mindez, ez kétségtelen, de nagy részt még így is hatástalan marad. Egyébként lehet moddolni is a gépeinket mindkét oldalon, új fegyver, más rakéták, support eszközök, más burkolat, más pajzs, más hajtómű, stb. De most nem azért, de az új burkolat a másodlagos támadás ellen jól véd, de az elsődlegessel szemben 20%-kal gyengébb. Micsoda? Meg nehezebb lesz befogni, de cserébe 10%-kal csökken az életerőm? Meg a hajtóműnél 30%-kal jobban fogok manőverezni, és cserébe a gyorsulásom és a maximális sebességem is 30%-kal csökken. Mi a franc? Ilyen számok mellett sokszor jobbnak láttam az alapfelszereléssel harcba szállni. Egyedül a fegyvereimet cseréltem le erősebbekre, mert azt komolyabb áldozatok nélkül megtehettem. Ezért gondoltam azt, hogy az IE simán kidobhatta volna ezt a játékot free-to-play-ben, és ráállíthatott volna egy live service modellt. 4-4 kiegészítő összesen egy multiplayer játékban. Mi a franc? Most ezek után, hogy milyen játék a Squadrons? Őszintén szólva nem tudnám azt mondani rá, hogy rossz, mert a rossz játékok idegesítőek, bugosak, mondjuk csak második nekifutásra indulnak el, akkor is lefagynak, az agyad hátsó zugáig ható kellemetlen hangot adnak ki zene címén, kinyírják a konzolt, meg mit tudom én. A Squadrons nem egy rossz játék, a Squadrons egy teljesen érdektelen játék. Egy olyan játék, amiről pontosan ugyanazzal a lelki nyugalommal lehet felállni, mint amilyennel leültünk elé. Általában a játék pozitív oldalát szokta erősíteni, ha nem teljes áron kerül a boltokba. Azonban ebben az esetben magabiztosan állítom, hogy még annyi tartalom sincs a Squadronsban, amennyiért árulják. Nem mintha ez lenne az abszolút mérvadó, de azért valamennyire mégiscsak beszédes, hogy a megjelenés hetében, még azon a héten, vasárnap délután Squadron streameket kevesebben néznek, mint a Super Mario Galaxy közvetítést. Pedig az egy 13 éves játék. Vihaskodik bennem egy érzés, mert ebből az X-Wing versus TIE Fighter koncepcióból nem vagyok biztos, hogy sokkal többet ki lehetne hozni. Mondom, talán ha hasonló supportot építenének köré, mint az Activision a Modern Warfare multiplayeréhez. De ugyebár ez itt látványosan nem történt meg. Remélem ennek nem az lesz a vége, hogy az EA mégis újra gondolja a történetfókuszú játékainak a fejlesztését, viszont az kifejezetten hasznos lenne, ha a kiadó elkezdené lassan kiszámolni, hány stúdiója van jelenleg, aki még kimagasló játékot képes készíteni, mert a Respawnon kívül nekem most hirtelen egy sem jut eszembe. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha szeretnétek értesülni az új videóinkról, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok be a kis csengettyűt, jöhetnek a kommentek, hogy mit láttatok máshogy, vagy miben értettetek egyet az elhangzottakkal, ha pedig támogatnátok a munkásságunkat, akkor ezt már $1 megtehetitek Patreonon, cserébe napokkal korábban hozzáférhettek a tartalmakhoz. Link a leírásban. Sziasztok!